A designer drogok lassan 10 éve vannak jelen Magyarországon is, terjedésüket pedig az is bizonyítja, hogy a meglévő 74 szer mellé a tavalyi évben 11 új került fel a tiltott pszichoaktív anyagok listájára. Ezeket nevezzük egyébként designer drogoknak. Több felmérés is bizonyította már, hogy amíg a szegényebb rétegekben az idősebb korosztály leginkább alkoholfüggő, addig a fiatalok már 12-13 éves korban is ezekhez a szerekhez nyúlnak. A magyar büntető törvénykönyv Európában a legszigorúbb, hogyha a kábítószerhez köthető bűncselekményeket nézzük. Mai adásunkban erről fogunk beszélgetni Resán Dalmával. Először is tisztázzuk azokat, hogy mik is pontosan ezek a pszichoaktív szerek. Az új pszichoaktív anyagok azok igazából a kábítószer kémiai vegyületének az megváltoztatásával jönnek létre, illetve úgy hozzák őket létre, kifejezetten azért, abból a célból, hogy a kábítószer hatása megmaradjon, viszont legálisan is használhatóak legyenek. Megváltoztatják a szerkezeti összetételét, innentől kezdve nem minősül kábítószernek, de hasonló hatást érnek el vele a fogyasztók. Említettem ugye ezt a listát, hogy felkerülhetnek egyre újabb és újabb szerek is, egy céllistának nevezik. Mi is ez pontosan? Amikor egy új anyag kerül forgalomba, és ezzel a hatóságok szembesülnek, akkor elsődlegesen felkerülnek ezek az anyagok egy úgynevezett céllistára. Ennek az a lényege, hogy megakadályozzák azt, hogy ezek az anyagok legálisan forgalomba hozhatóak legyenek. Ugyanakkor egészen addig, amíg nem állapítható meg róluk azt, hogy kábítószernek minősülnek-e, vagy kábítószerek-e, addig ezen a céllistán szerepelnek. Egy évig folyik ennek a vizsgálata. A céllistán szereplő anyagok esetében a hatóságok hatásvizsgálatot folytatnak le, illetve kockázatértékelést. Ennek megállapítása után döntenek arról, hogy a szer felkerül a kábítószerek listájára, vagy nem. Ha kábítószerekről beszélünk, akkor valamennyivel egyszerűbb különválogatni a büntetési tételeket, mint például pszichoaktív szereknél, mert ugye itt azt is befolyásolja, hogy melyik országban van tiltólistán, és melyik országban nincs tiltólistán az a bizonyos szer. A magyar szabályozás a kábítószerekkel kapcsolatban elég szigorú. Tehát kábítószerrel kapcsolatban mindenféle kapcsolat szinte a kábítószerrel tiltott. A pszichoaktív anyagoknál viszont ugye ezeket könnyen meg lehet rendelni internetről. Abban az esetben, hogyha külföldről rendeli meg ezt valaki. Lehet, hogy külföldön ez a szer ez nem tiltott, és ott lehet használni. Viszont, hogyha berendeli Magyarországra, és kiderül, hogy ez a szer fent van a céllistán, és új pszichoaktív anyagnak minősül, a megrendelő ezt a szert behozza Magyarország területére, innentől kezdve pedig elköveti az új pszichoaktív anyaggal való visszaélés bűncselekményét, mert a törvény az országba való behozatalt is tiltja, és felelősségre vonható. Milyen büntetésre számíthat, aki ezt elköveti? A pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban több éves szabadságvesztés büntetés is kiszabható. Ez nyilván mérlegelés kérdése, a büntetés kiszabása. Ugye már beszéltünk arról, hogy Európában itt nagyon szigorúak a szabályok, a legszigorúbbak Magyarországon, hogyha a fogyasztással és kereskedelemmel kapcsolatban beszélünk. Ehhez egy jó példa lehet az is, hogy a napokban például Tatabányán egy fiú fogházbüntetést kapott azért, mert egy éven belül kétszer is elkapták, hogy marihuánás cigit fogyasztott. Miért lehetett az, hogy két elkapás után már ő rögtön büntetést kapott? A kábítószerekkel kapcsolatban ugye valamennyi tevékenység tilos. A marihuána nyilván kábítószernek minősül. Bár lehetőség van arra, hogy a kábítószer fogyasztókat egy kicsit enyhében büntesse a törvény, tehát kábítószer fogyasztásnál a fogyasztó vállalhatja azt, hogy elterelésen vesz részt. Ez azt jelenti, hogy 6 hónapig valamilyen kábítószer függőséget kezelő orvosi ellátásban kell részesülnie, és ezt követően, hogyha ő leigazolja, hogy részt vett ezen az ellátáson, akkor nem vonják őt felelősségre, nem büntethető. Ugyanakkor ezt a lehetőséget a törvény 2 éven belül csak egyszer engedi. Tehát, hogyha ez a fiatalember 1 éven belül 2-szer követte el a kábítószer fogyasztását, 2-szer kapták el, akkor nyilván ez az eltereléses lehetőség számára nem volt már megoldás, és ezért vonták őt felelősségre. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknél többnyire szabadságvesztés büntetésről beszélünk, és szabadságvesztés büntetést szabnak ki. A fogházbüntetés az meg nyilván a szabadságvesztés büntetésnek a végrehajtási fokozatát tekintve a legenyhébb fokozat. És
Talán, hogyha kábítószerről beszélünk, a leggyakoribb az a kereskedelem és a birtoklás. És ugye itt is vannak alapesetek, minősített esetek, mi a kettő között a különbség, milyen büntetési tétel a kettő között a különbség. A törvény bünteti azt, hogyha valaki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik. Ebben az esetben fontos tisztában lenni azzal, hogy a kínálás megvalósítja már önmagában az is, hogyha akár csak egy embernek ajánlja, hogy próbálja ki, és egy embernek kínálja. A kereskedelem ugyanúgy megvalósítható akár egy-két ismerős részére történő átadással is, mert már ebben az esetben is azt feltételezi a jogalkotó, hogy ő kiegészíti a jövedelmét ezzel az egy-két alkalomszerű eladással, és akár megállapítható a kábítószer kereskedelem bűncselekménye. Azt is fontos tudni, hogy nem szükséges az, hogy vízterhesen történjen ez az eladás, vagy ez a kereskedés, akár ingyenesen átadással is megvalósítható a cselekmény. A kábítószer kereskedelem esetén kiszabható büntetés nagyságát növelheti az, hogyha egyrészt befolyásolja a kábítószer mennyisége, azt, hogy milyen mennyiségre követik el ezt a cselekményt. Nyilván a csekély mennyiségért kevesebb büntetést jár, mint hogyha valaki egy jelentős mennyiségre követi el. Ennél azonban nem az számít, hogy konkrétan milyen súlyú a kábítószer, hanem a mennyiség meghatározásánál mindig a tiszta hatóanyagtartalmat vizsgálja a bíróság. Ennek megállapítása, hogy mennyi egy kábítószernek a tiszta hatóanyagtartalma, ez mindig szakértői kérdés, vegyész szakértő vagy toxikológus jár el az ügyben. A kábítószer kereskedelmért akár életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés is kiszabható a minősített eseteknél. Ilyen minősített eset egyébként például, hogyha a Magyar Honvédség épületében vagy intézményeiben, büntetésvégrehajtási intézetekben vagy rendvédelmi szerveknél követik el a cselekményt. Illetve a törvény kifejezetten védi a fiatalkorúakat. Éppen ezért súlyosabban bünteti a cselekményt, hogyha a 18. életévét be nem töltött fiatal szemét használnak fel a kábítószer kereskedelemre, vagy ilyen 18. életévét be nem töltött személynek adnak el kábítószert, akkor szintén magasabb büntetéssel számolhat az elkövető, illetve szintén a fiatalok védelme érdekében meghatározó jogszabály, hogyha iskolák, köznevelési intézetek, gyermekjóléti intézmények területén, vagy a közvetlen környezetükben, a környező utcákon árulnak kábítószert, vagy kereskednek vele, akkor szintén magasabb büntetés szabható ki. És fontos lenne talán beszélni egy szabálymódosításról is. Ugye korábban a bíróság elnézőbb volt azokkal, akik szerhasználóként próbálták terjeszteni is a drogokat. Valóban a korábbi büntető törvénykönyv enyhében rendelte büntetni azt az esetet, hogyha a kábítószer kereskedelmet egy kábítószer függő személy követte el. Ugyanakkor a hatályos jogszabály már ezt a megkülönböztetést kivette. Azért, mert elég nehéz volt felállítani egy olyan objektív szempontrendszert, amivel meg lehetett állapítani azt, hogy ki is pontosan a kábítószer függő, vagy kit tekintünk kábítószer függő személynek. És előfordult, hogy dílerek azzal érveltek pont a kábítószer függő személyeknek, hogy azért árulja ő, mert kevesebb büntetést kaphat majd érte, enyhében rendeli ugye a törvény büntetni. A hatályos szabályozás azonban ezt már nem különbözteti meg, ugyanolyan büntetés jár. Nyilván a büntetés kiszabása során értékelhető az, hogy valaki szenvedélybeteg esetleg és kábítószer függő volt. Sőt, ha esetleg azt állapítják meg, hogy ez a kábítószer függőség olyan szintű, hogy már szellemi leépülést vagy betegséget okoz, akkor akár a beszámítási képesség kizárása vagy korlátozhatósága is felmerülhet. Van-e egyébként annak valamilyen oka, hogy a magyar törvények itt a legszigorúbbak Európában? A pszichoaktív anyagoknak, illetve a kábítószereknek az egyik legnagyobb veszélye az, hogy nem lehet tudni, hogy kiből milyen hatást vált ki, és mit okoz. Éppen ezért nagyon ártalmas lehet a szervezetre, az egészségre, valamint nagyon könnyen függőséget okozhatnak. Éppen ezért az emberek életét, testépségét és egészségét védi ez a szigorú szabályozás, ami tiltja a kábítószerrel való bármilyen kapcsolatot, illetve a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban is. Köszönjük szépen az információkat! A tárgyalóterem következő részével jövő héten kedden találkozhatnak.